Ez a Maxwell panzió. Panzió? Ördögi szerencsében csókolom a kezét. Mégis szeret az Isten. Agatha Christie Engérfogó című műve a színház történet egyik leghosszabb ideje műsoron lévő darabja. 1952-ben mutatták be először Londonban, ahol azóta is megszakítás nélkül játsszák. Most az egri közönség is megtekinteti a darabot a Jászai díjas Kis József rendezésében. Biztos, hogy nem látott senkit, amikor előjött a konyhába? Tulajdonképpen ez olyan, mint ez egy felnőtt mese. Tehát ezek a krimik általában kicsit meseszerűek. Mert szórakoztatni kell a közönséget, és a szórakoztatás jelen esetben az, hogy keresnek, kutatnak a nézők a nézőtéren, hogy vajon ki lehet a gyilkos, aztán megijednek, félnek, aggódnak, drukkolnak, rémüldöznek, és senki se gondolná, hogy ki a gyilkos, úgyhogy a legritkább esetben találják el. A történet egy behavazott, a világtól teljesen elzárt fiatal házaspár által működtetett fogadóban játszódik, ahol a panzióban tartózkodók között elrejtőzött egy gyilkos. A darab egyik fő szerepét, a fogadó házigazdáját Nagy András alakítja. Itt inkább a nehézséget az okozta, hogy minél tovább, minél több lehetőséget benne tartani a krimiben, hogy ne rögtön derüljön ki, hogy ki a gyilkos, tehát hogy a nézőben tartsuk a feszültséget minél tovább, egészen a leges-leges legvégéig, amikor úgyis kiderül a turpisság, hogy ki a gyilkos. Az Egérfogó című előadást december 6-án mutatják be a Gárdonyi Géza Színházban.